Hamvazó szerdával zárul a farsangi vigadalom időszaka, ami idén február 14-én volt. Nem csak a testi-lelki megtisztulást jelenti tulajdonképpen a nagybőjt, hanem hozzátartozott az is, hogy ebben az időszakban a nemi élettől teljes mértékben távol tartották magukat az emberek. Tehát amit a farsang alatt főleg egy ilyen elszabadult erkölcsök jellemeztek, azt ebben a nagy bőjti időszakban a házastársi szexualitástól is távol kellett magukat tartani. Továbbá a közösségek nem tarthattak lakodalmakat, ünnepségeket, tehát mindenfajta vigadalomnak a megvonása, társadalmi, közösségi, egyházi megvonása is élt ebben a nagybőjti időszakban. A szekszárdiakat is megkérdeztük, hogy tartják-e a bőjti szokásokat. Ferenc épp egy nagy szatyor csirkehússal jött ki a boltból, mert gulyást fog belőle főzni. Már a vadat most már nagyon unom, mert ugye a vadászok is muszáj egy kis változatosság. Két hölgy éppen testedzéséből tartott hazafelé, akik részben tartják a bőjti szokásokat. A vallásosságot tartom én is a fontosnak, meg a megtisztulás, tehát ez nagyon fontos, úgyhogy én mindenkinek ajánlom ezt, mert ez az egészségünk szempontjából nagyon fontos dolog, hogy továbbra is, és hosszan is egészségesek maradjunk, és fitten tartsuk magunkat. A megtisztulási folyamatban a sport és a meditáció is sokat segít. Tulajdonképpen az, hogy bőjtölünk, ez nem csak az étel megvonásával kapcsolatos bőjt lehet, hanem például lehet a sok beszéd, a sok internetezés, tehát minden, ami máskor egy automatikus dolog volt, azt próbáljuk egy kicsit félretenni, és inkább a csendbe, a befele fordulásra figyelni. Van, aki a bőjti időszaktól függetlenül is mellőzi a húsfogyasztást. Ebből az átmeneti állapotból eredően nem jelentősen változik, bár miként mondtam, igazodik az ember egy visszafogott ételfogyasztáshoz, és az ételen belül pedig a válogatáshoz. Kerüljük egyébként is a húsfogyasztást. 1966 óta enyhültek a bőjti szabályok, mely szerint naponta kétszeri étkezés alkalmával nem szabad jól lakni, és egyszer pedig jól lehet. Nagy pénteken már ugye nem eszünk húst, illetve egyszer szabad jól lakni, ugye azt is így tudjuk, és nagyszombaton este 6 után esszük meg a húsvéti sokat. Magyarország egyes tájegységein egy nappal rövidül a nagybőjt, a torkos vagy zabálos csütörtökkel, amikor a farsangi vigadalomból megmaradt ételeket elfogyasztják.